Köszöntjük Önöket a Kanadai Magyar Televízió munkatársai nevében. Jó hírrel kezdjük a mai műsorunkat. A Torontói Magyar Ház építkezésének helyzetével kapcsolatos bizottság megbeszélést tartott a Tokaj étteremben. Megállapították, hogy az építkezési munkálatok határidőben vannak. Immár második alkalommal jött össze a Torontói Magyar Ház építkezésében érdekeltek részvételével az a megbeszélés, melyen a Magyar Ház kivitelezési munkáját beszélték meg a jelenlévők. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével dr. Szabó Stefánia főkonzul, mely egyben jelzi, hogy a magyar diplomácia kiemelten odafigyel erre a fontos munkára. Szőcs Klára, a Magyar Ház elnöke üdvözölte megjelent tervező, kivitelező mérnököket, a Magyar Ház vezetőit és a magyar szervezetek vezetőit. A Kanadai Magyar Kulturális Tanács elnöke, Somorjai Ágnes szintén megjelent a tanácskozáson. Balla Sándor kivitelező adott tájékoztatást, mi történt a januári nyitóértekezlettől napjainkig, és mennyit sikerült megspórolni eddig. Tehát a munka folyamata, ugye most március 25-ét írunk, és hát ezek a folyamatok az építkezők úgy vannak, hogy ezek minden megrendelés 8-7-es, 6-7-es, 8-7-es. Ugye ha azt veszük, hogy január 7-én találkoztunk, ugye, és most vagyunk azért szinte egy erős 8 hét, amióta itt vagyunk, és mai nappal már a vasszerkezet a telepen van, tehát bekerült a vasszerkezet a telepre. Ez azt jelenti, hogy az ásás megtörtént, a footingnak a beöntése megtörtént, falakat vágtuk ki ma, és az fog bekerülni, tehát oda vannak plétek, amiket beszerelünk, azért, hogy tartsa a vasgerendákat, és pénteken elkezdjük a vasnak a beszerelését. Mindahogy tudott dolog, a vadászok ebbe vállaltak egy nagy részt, és ők vállalták ennek a beszerelését, kivéve az összehegesztését ennek a munkának, mert ehhez kell egy certified hegesztő, maximum egy 5000 dollárba fog kerülni az egész munka, ami ezzel fog járni, és hadd mondjam azt, hogy ahhoz képest, ahogy terveztük az első meetingeken, vagy megbeszéléseken, ahhoz képest a 300.000 dolláros budgetunk le fog menni 150-170.000 dollárra, tehát szinte 200.000 dollárt spóroltunk. Tehát ez a schedule azért fontos, mert több telefonhívást kaptam, hogy szeretnének besegíteni a munkákba, tehát úgy, mint drywall, vagy plumbing, vagy ehhez hasonló dolgok. Ez körülbelül egy irány dátumozás, amikor igazából jelentkezhetnek azok a személyek, akik szeretnének segíteni. Tehát erről lehet látni, hogy áprilisban milyen munkák lesznek, májusban milyen munkák lesznek, júniusban. Szabadságot kell ezt kivenni, vagy órabérbe szeretnének segíteni, vagy tényleg csak mint volunteer, akkor megvan a lehetőség. Tehát ezeken a dátumokon szívesen várjuk azokat az embereket, akik értenek szakmailag és minőségileg ezeknek a munkáknak a kivitelezéséhez. Hamarosan ezt föltesszük a website-on, Magyar Háznak a website-jára, és mindenki megnézheti, aki valamilyen szakmában tud segíteni, időszerűen tud jelentkezni akár nálam, akár a Sándor Balmánál. A találkozó második részében a Humorral a Magyar Házért címmel május 10-én megrendezésre kerülő jótékonysági vacsora került megtárgyalásra. Ez a Torontói Magyar Egyesületek, a Torontói Magyar Ház és a főkonzulátus támogatásával fog megvalósulni. Az eseményre május 10-én délután 5 órakor kerül sor a La Primavera Banquet Hallban. Ez alkalommal ismert magyar humorista fogja szórakoztatni a közönséget, és magasrangú magyar állami vezető is jelezte a részvételét. Természetesen a Magyar Ház a jegyek után adócsökkentő nyugtát fog kiállítani a résztvevők számára. A későbbiekben mindenről részletesen is értesítjük a nézőket. Bízunk abban, hogy a Magyar Ház októberi átadása egy olyan alkalom lesz, mely után ismét népes tagsága lesz a helyi magyarságnak, és sikerül újra életet vinni abba a közösségi házba, amely oly sok dicsőséget élt meg a múltban. Ma már mindenki tudja, hogy mindez csak összefogással valósulhat meg, melyre biztatunk minden magyart. Éljenek a lehetőséggel, és legyenek tagjai Kanada legnagyobb kultúrközpontjának.